Továbbra is a védekezéssel kapcsolatos felhívások fogadják a tatai kistérségi időskorúak otthonába érkezőket. Megyénkben elsőként itt, augusztus 1-én 12 lakó kapta meg a harmadik oltását. A fényes fasori telephely majdnem mind a 100 lakója jelentkezett a következő vakcinára. Az intézményben szeretnék elkerülni a korábbi szigorú járványügyi zárlatot, így most is folyamatosak az óvintézkedések. Ajánlás van, ez azt jelenti, hogy az időseknek, tehát 60 év felettieknek, krónikus betegeknek mindenképpen javasolt a harmadik oltás. Ez a szociális otthon, ez gyakorlatilag ilyen lakókkal van tele, tehát itt mindenki gyakorlatilag meg fogja kapni a harmadik oltást. Hozzá kell gondolnunk és hozzá válogatnunk, hogy milyen oltóanyaggal oltunk, erre is megvan a szakmai ajánlás. Indokolt esetben ettől azért el lehet térni, tehát nem biztos, hogy mindenki ugyanazt az oltóanyagot fogja kapni, de remélhetőleg ebbe a hónapba mind a 90 beoltott lakónk meg fogja kapni a harmadik oltást. Elsősorban a vírusvariánsok, ugye a harmadik hullám után most erősödik a delta vírusoknak a jelenléte és aránya, de úgy néz ki, hogy a harmadik oltással lehet megerősíteni a delta variáns elleni védelmet. A lakók 90%-a már mindkét oltását megkapta, így a harmadik vakcinával szeretnék még inkább biztosítani a védettségüket. Veszélyeztetett korosztályról is van szó, maga a helyzet is veszélyeztető, sokan vagyunk egy helyen, négyen laknak, vagy hárman laknak egy szobában, tehát gyorsan tud terjedni ebben a közösségben ez a pandémiás betegség. Még plusz egy biztosíték arra, hogy egymást megvédjük a betegségtől. Augusztus eleje óta folyamatos megyénk időseket gondozó intézményeiben az oltási program újabb lépése. Augusztus 10-én az alig egy éve működő Tarjáni otthon 17 lakója is megkapta a következő vakcinát. Pontosan ez volt számukra is nagyon fontos, hogy végre megszűhettek a korlátozások, újból találkozhatnak a családtagjaikkal, újból kimehetnek a családtagjaikhoz, a szeretteikhez, és ezért nem is volt kérdéses egyik ellátottunk részéről sem, hogy nem szeretnék felvenni a harmadik védőoltást. Több lépcsőben fog teljesülni, hogy minden lakónk megkaphassa a harmadik védőoltást, a második körös védőoltásokat már mind felvették a lakóink. Most jelen pillanatban 17 fő kapott harmadik körös védőoltást, egy pár hónapon belül a többi lakónk is meg fogja kapni a védőoltást. A kollégáink is nagyon bizakodnak, ők is szeretnék felvenni a harmadik védőoltást, ahogy letelik a ajánlott időszak, a második védőoltásokat követően, vagy éppen a betegségből felgyógyultak, úgy ők is élni fognak ezzel a lehetőséggel. Nekik is nagyon fontos, hogy meg tudják védeni a lakóinkat, és természetesen otthon a családtagjaikat is. Az oltási programban több feladat is elsőbséget élvez. A tanévkezdés miatt a fiatalok immunizálása is aktuális, ezt a megyei kormány megbízott hangsúlyozta a helyszínen. Természetesen, ahogy eddig is, most is önkéntes és ingyenes az oltás, de a kormányhivatal, illetve a megyei oltási munkacsoport egyik fontos feladata, hogy a vakcinák a helyszínekre kerüljenek. Emellett lehetőség van a házi orvosoknál is jelentkezni a harmadik oltásra, és nagyon örülünk, hogy a megyénkben elindult, hiszen nagyon fontos, hogy az idősebb állampolgárok, a legyengült szervezetűek, illetve akiknek az immunrendszerük gyengébb, ezt a lehetőséget meg tudják ragadni, és jelentkezni tudnak az oltásra. Természetesen arra is van lehetőség, hogy kórházi oltópontokon a harmadik oltás felvételre kerüljön. www.est.gov.hu oldalon lehet megtenni az időpontfoglalást, úgyhogy több lehetőség is van arra, hogy ezt a harmadik oltást, akik úgy gondolják, felvegyék. Augusztus 4-én megnyílt az online időpontfoglalás lehetősége is az újabb oltásra. Európában elsőként Magyarország tette lehetővé állampolgárainak a harmadik vakcina felvételét. Minden egyes búzaszem számít. Ezzel a jelmondattal indult útjára 2021-ben a Magyarok Kenyere program. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem karitatív program jogait és lebonyolítását teljes egészében átvéve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2019-ben komoly célokkal vágott neki a gyűjtés és a rendezvénysorozat megszervezésének. Az a cél, hogy az alapító, az első 11 évvel ezelőtti szervező gondolata az volt, hogy összegyűjteni a gabonát, összeönteni, és az összeöntött gabonából készüljön a Magyarok Kenyere. Ez 11 év után már ott tart, hogy a 10 éves eredmény 10 tonnából 1100 tonna gabona, a szűk
térségi gondolatból lett nem csak az anyország, hanem a teljes Kárpát-medencei gazdatársadalom összefogása, és abból a néhány száz emberből ma több mint 8600 adakozó, és ebből a határon túlról több mint 4600. Tehát úgy gondolom, hogy egy olyan program, ahol az emberek szabad akaratukból, önszántukból összeadott gabonából készült lisztet eljutatjuk a rászorulókhoz, ez több mint 100 000 embert érint. Ennyivel tudunk az életminőségükhöz különböző módon és mértékben hozzájárulni, hogy javuljon. A következő lépés az, hogy ez a gabona a malmokba kerül, őrlésre kerül, és több mint 450 egyházi civil szervezet és különböző helyi szervezetek közreműködésével eljuttatjuk a rászorulókhoz. És ezt követően lesz majd egy ünnepség, ahol jelképesen átadjuk ezeket az adományokat, ez az úgynevezett adományozó ünnepség, és ezzel zárjuk az évet. Minden évben, évvégével minden adományunk célba jut. Nem csak lisztet adományozunk, hanem ma már vetőmagot gyűjtünk a rászoruló gazdák számára, például leginkább Kárpátaljára. Ugyanakkor tudást, technológiát adunk át, tehát minden olyan lehetőséget biztosítani akarunk, ami az emberi kapcsolatok erősítésével, a nemzeti összetartozás erősítésével az emberek, a családok, a gyermekek számára is megfelelő életminőséget biztosít. Segítjük a határon túliak oktatását, képzését. Fiatal szakembereinket áthozzuk kutatóintézetekbe, hogy megfelelő tudást szerezzenek, hogy visszatérve tudják azt alkalmazni. Tehát ez a program ma már a 15 millió búzaszemen túl, amelyet mi úgy értelmezünk, mint ahogy a 15 millió búzaszem lisztőről a kenyérben ölt testet, úgy a 15 millió magyar egyesül a nemzetben. És a határon túl mellett a diaszpórában élő magyarság is részt vesz a programban, tehát ma már elmondhatjuk, hogy a teljes magyarságot összefogó, nemzet egyesítő és erősítő program részévé váltunk. A Magyar Örökség Díjas Program a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen segítő szándékú összefogása, amelynek keretében Magyarországról és a környező országok magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. Az idei rendezvénysorozat a tiszaparti vajdasági városban Zentán kezdődött a búzavetés megszentelésével. A Komárom-Esztergom megyei búzagyűjtő napot idén is Tatán rendezték meg. Tata mindig is egy olyan város volt, egy olyan központja ennek a térségnek, amelyik mezőgazdaságból is élt, hiszen ha csak az eszterháziak által épített malmokra gondolunk, akkor már tudhatjuk, hogy a gazdák biztosan sokszor meg kellett, hogy forduljanak itt Tata városában, és mindazt a gyönyörűséget, amit megtermeltek, itt tudták lisztét enni, hogy aztán mindenkinek az asztalára finom kenyér kerülhessen. Most is élnek gazdák Tatán, hála Istennek, sok-sok hektáron gazdálkodnak itt a város területén és a város szélein lévő földeken. Nagyon hálásak vagyunk nekik mindazért az erőfeszítésért, amellyel ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy minden tatai családnak jusson kenyér az asztalára. És különösen is jó érzés azt tapasztalni, hogy az a közösség, amelyik megfeszített kemény fizikai munkával kell, hogy előállítsa a kenyérhez valót, a kenyér alapanyagát, a búzát, a lisztet, az nem csak a maga javát nézi, hanem abból él, hogy ajándékoz. A program imáról igazi Kárpát-medencei sikertörténetnek számít, egyszerre szimbolizálja a nemzet megmaradása érdekében tett erőfeszítéseket és az egymás iránti szolidaritást. Tavaly Komárom-Esztergom megye 66 adományozója 6350 kg búzát ajánlott fel. A roma hagyományőrzés céljából szervezett nemzetiségi családi napot a Vértesszőlősi Roma Önkormányzat. A programra nem csak a község, hanem az egész térségről érkező érdeklődőket várták a szervezők. A programon a tradicionális ruhák és ételek mellett a jaksi elnevezést viselő kártyajáték is nagy népszerűségnek örvendett. Több száz éves múltja van visszamenőkig,
és ugye a roma emberek azelőtt vándoroltak, és nagyon, hát ugye az idejüket, mikor így, ők is így kicsit időt akartak tölteni, bár az én tudomásom szerint ezt voltak, akik feljebb fejlesztették, és pénzbe is játszották ezt a játékot, de mi most azt szeretnénk megvalósítani, és kicsit megismertetni azokkal, akik nem ismerik, hogy ugye itt a snapszerre alapszik, tehát ez a magyar kártyával játszák, és ugyanúgy ebbe is ugye 33 pontot ér az egy, a kettő az 66, és így tovább négyig lehet mondani. És páros játékban, tehát ez egy nagyon jó csapatverseny tud lenni, és a mai napon is 10 csapat, azaz 20 ember elkezdte ezt játszani. Most is folynak és zajlanak a küzdelmek, most már a legjobb 8 csapat játszik, és nagyon-nagyon érdekes. Tehát nagyon taktikai játék is, stratégiai játék is, mert nagyon ott kell lenni, és ugye a számtam, tehát a matekot is azért itt van esélye akár a gyerekeknek, a felnőtteknek is, mert azért ügyesen kell itt számolni. A településen nagy igény volt a hasonló programok megszervezésére, így a község önkormányzata és vezetése örömmel támogatta a tematikus napot. Ez az olyan első önkormányzati ciklus, amikor roma nemzetiségi önkormányzat alakult vétesszőlősen, nekünk eddig csak szlovák nemzetiségi önkormányzatunk volt, és nagy örömmel töltötte bennünket maga a megalakulásuk is, főleg azért, mert vannak a vétesszőlősnek olyan részei, ahol nagyobb számban élnek ugye roma nemzetiségű lakosok is, és őket úgy látjuk, hogy nagyon szépen sikerült felkarolni a nemzetiségi önkormányzatnak a vezetőjének, rengeteg programot próbálnak nekik szervezni, és ami nekem még külön öröm az, hogy rengeteg hagyományőrző, roma nyelvvel kapcsolatos néptáncokkal, főzéssel, tánccal kapcsolatos rendezvényeket szerveznek, illetve szerveztek már az önkormányzat ciklus elején, viszont ebben a pandémiás időszakban sajnos kb. Egy másfél évből kimaradt, és ennek örültünk most nagyon, hogy végre tudtak egy olyan cselednapot szervezni, ahol a saját régi hagyományaik, a kártyajátékkal, főzéssel együtt, illetve egy egész délutános tánccal, meg egy ilyen kis zenés rendezvényel tudják színesíteni a település életét is, illetve még jobban talán formálni a saját közösségüket is. A rendezvény megvalósításában fontos szerepet játszott a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat is. Ennek köszönhetően a klímastratégiával is megismerkedhettek és tájékozódhattak az eseményre érkezők. Megfogta. Nem köpi ki. Adjak alá valamit? Fontosak a pontos beállítások egy érzékeny műszer esetében, főleg ha csillagászként az év egyik legnagyobb látványosságát szeretné vizsgálni az ember. Komárom-Esztergom megyében több szervezet is programokkal üdvözölte a perzeidák érkezését. Tarjánban a Magyar Csillagászati Egyesület hagyományos tábora zajlott. Szent Lőrinc könnyei, így ismeri a néphagyomány azt a látványos jelenséget, mikor a meteorraj és a föld pályája találkozik. Először is ki kell menni a sötét éjszaka jég alá, és hát jó pár percig, negyed óráig, fél óráig szépen, türelmesen figyelni az égboltnak egy kitüntetett részét. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy merre nézünk, csak fölfelé nézünk, és akkor jöhet egy hullócsillag, egy Perseid-Demeter rajnak az egyik tagja, különféle fényességeket tud produkálni, vannak nagyon fényesek, amik akár fel is robbannak a pályájuk végén látszólag, és hát vannak az átlagos, közönséges kis gyalogos hullócsillagok, amelyeknek mindegytől egyig örülünk, mert ez egy szép és érdekes látvány. Ennek megvan a maga nagyon komoly oka, óriási sebességgel érkeznek a Föld légkörébe ezek a porszemcsék, amelyek valamikor valamilyen üstökösnek voltak az alkotó részei, de a üstökös látogatásai, napközeli látogatásai következtében ezek kioldódtak és kikerültek a üstökös pályájára, pályája mentén, és aztán szétterültek. Hogyha egy ilyen üstökösnek a pályájával találkozik a Föld, akkor óriási sebességkülönbség következtében ezek a szemcsék felizzanak, fellángolnak a föld felső légkörében, ilyen nagyjából 100 kilométeres magasságban, és hát ezt láthatjuk meg innen a föld felszínéről. Hát elég nagy távolságban vannak tőlünk mi földi szempontból, de hatalmas sebességgel, nagyon nagy mozgási energiával vágódnak bele a légkörbe, ioncsatornát hoznak létre, ezt látjuk. Évnek a legnépszerűbb, egyik legszaporább raja, gyakran szoktak az emberek sétálgatni az augusztus estéken, kiülnek a kertbe, vagy csak úgy spontán látják, akár autóvezetés közben is lehet látni, hogyha alacsonyan száll vagy repül egy ilyen hullócsillag. Ezt a meteorrajt augusztus elejétől ideális körülmények között szabad szemmel is jól lehet látni az éjszakai égbolton. A hullócsillagok csoportjai elnevezésüket általában onnan kapják, hogy melyik csillagkép irányából érkeznek a Földre. Így megy végig a
Tejú nevű társaság. Bármilyen lelkesítő is egy-egy hullócsillag megfigyelés, a szakemberek arra figyelmeztetnek, mielőtt felszerelés és távcső vásárlásába fogna valaki, mindenképpen kérjen tanácsot. Van olyan, hogy járda csillagászat, és akkor ezeken a bemutatókon lehet megismerkedni amatőr csillagászokkal, és ők szívesen adnak tanácsokat. Már egy binokulárral is csodákat lehet látni az égen, és ha valakinek van ilyen típusú érdeklődése, mit tudom én, vadászik, vagy természet megfigyelő, azért ezek a távcsövek már nagyon sok mindent meg tudnak mutatni. Hogyha kedve van hozzá, akkor utána érdemes elmenni egy távcsőboltba, és ott vásárolni felszerelést, ott szakemberek vannak, és adnak tanácsokat is. Nagyon nem ajánlom az ilyen áruházi távcsöveket. Ki lehet fogni jó dolgot is, de hát az inkább az a véletlen tágtere nyílik az elektronika alkalmazásának. Manapság például egy ilyen 250 mm-es távcsővel olyan eredményeket lehet a digitális technikával elérni, mint mit tudom én, 100 évvel ezelőtt egy másfél méteres tükrös távcsővel lehetett. A tarjáni csillagásztábornak már hosszú hagyományai vannak, a tavalyi év kivételével 2006 óta minden évben megrendezték. Tapasztalatokat gyűjtünk egyébként, mert látunk olyan műszereket, ugye kreatívak általában a csillagászok, mindig módosítanak rajta valamit, és olyan tapasztalatokat szerzünk, amihez amúgy nem jutnánk hozzá. Bár most a pandémia mutatott rá pont arra, hogy a esztergomi csillagászkör az interneten tartja a szakköri gyűléseket, úgyhogy ártott is, meg használt is, mert jobban ráirányított bennünket az internetre, és sokat tanultunk belőle. A Perzeidák meteorrajt nagyjából augusztus 20-áig érdemes figyelni az égen, később ősszel a Leonidák és télen a Geminidák jóvoltából láthatunk hullócsillagot. A kezdeményezést megálmodó 4 egyesület, egyre több érdeklődő szervezet, mintegy 100 lelkész civil és közel 60 zsák szemét. Második alkalommal gyűlt össze egy kisebb tömeg a Turul emlékműnél, hogy részt vehessenek a közösségi szemétszedésen. A koronavírus járvány miatt ugyanis egyre többen választják a környező zöld területeket családi vagy éppen baráti kikapcsolódás helyszínéül, aminek egyik negatív hatása a hulladékok felhalmozódása lett. A tatabányai szurkolók, akik a korlátozások miatt nem tudtak kedvenc csapataiknak drukkolni, úgy döntöttek, felszámolnak a sajnálatos jelenséggel, és szerencsére nem kellett egyedül véghez vinniük a nemes akciót. Az első célja az az volt, hogy ugye tavaly a pandémia után nagyon sokáig unatkoztunk. Ugye lezárták a versenyrendszert, nem tudtunk meccsre menni, nem tudtunk igazából sehova menni, és kitaláltuk, hogy akkor valamit kéne kezdenünk magunkkal. És akkor jött az az ötlet, hogy mi lenne, ha szemetet szednénk tatabányán. Na de hol? Szemetet bárhol lehet szedni. Hát az a szemétszedés legyen mondjuk a Turulnál. És akkor az ötlet az volt, hogy jó, kezdjük el. Ugye két ilyen nagyobb szurkoló tábor van tatabányán, a kézilabdának. Összefogtunk, illetve jöttek a különböző civil szervezetek hozzánk még, és akkor elkezdtük ezt megszervezni. Én azt mondom, hogy a tavalyi az nagyon jó volt. Több mint 100 résztvevővel, közel 60 zsák szeméttel, jól sikerült. És akkor úgy gondoltuk, jó, legyen akkor ez ebből egy hagyomány. A közösségi szemétszedés egyik nem titkolt célja, a kijelölt helyszínek megtisztításán túl, hogy a résztvevők példát mutassanak. A sportolók mindennapjaiban egyébként is fontos, hogy megmozdulásaikkal jó hatással legyenek környezetükre, a szemlélet formálásból pedig a legkisebbek sem maradhatnak ki. Ennek apropóján sok szülő döntött úgy, csatlakoznak az akcióhoz. Maga a sportegyesület, az mint egyesület, az év elején alakultunk, amúgy mi egy családi, baráti társaság vagyunk, akik a gyermekei, utánpótlás, kézilabda játékosok is, ebből jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ha egyesület vagy együtt járnánk meccsekre, és jött ez a meccsre járó szurkolós, de gondoltuk, hogy ezt így ki kéne terjeszteni, ezt a portfóliót úgymond kiterjeszteni, és az első ilyen akciónk egy adománygyűjtés volt, Kazincbarcik egy Bujrinda Zsombornak gyűjtöttünk kupakokat és támogatókat, és utána jött, hogy
ha már gyűjtünk kupakokat, környezetudatosság, szelektív gyűjtés, és akkor kitaláltuk azt is, hogy akkor a társadalmi szerepvállalásként is, akkor szemétszedés és hasonló dolgok, és ez tavaly pont egy éve, augusztus 15-én meg is létre is hoztuk közösen a Kék Tigrisek szurkolói csoporttal és a Tiszta Tatabányér Egyesülettel és a 10 millió fa tatabányáért mozgalommal ezt az első turul szemétszedést, és úgy gondoltuk, akkor már sikeres volt, hogy ezt megcsináljuk rendszeresen. Bár várhatóan a tisztaság is maradandó változásként maradt fenn a helyszínen, közel 40 tábla is kihelyezésre került. A Tiszta Tatabányáért Egyesület figyelemfelhívó kampánya a közösségi szemétszedésen vette kezdetét hosszú távú célkitűzéssel. Ünnepet tartunk, akkor az egy különleges pillanat. Különleges nyitányt terveztek a Peron Tehetségközpont tanárai, diákjai a Zenei Megyenapnak. Az ünnepi program első eseménye rendhagyó helyszínen, és annak szellemiségéhez méltó produkcióval lepte meg a hallgatókat. Szejman Zsuzsanna, aki rendszeresen foglalkozik a Tehetségpont ifjú énekeseivel, korábban is törekedett arra, hogy bár elsősorban a könnyű zenében mozognak otthonosan a diákok, az egyházi és komoly zenei művekből is fontos, hogy ízelítőt kapjanak. Sokszor énekeltettem már ilyen egyházi környezetben, bár ez a kápolna külön egy hangulatot ad. Próbát néztem és hallgattam, megmondom az őszintét, hogy egyrészt csodálkoztam, hogy a gyerekeink hihetetlen precizitással, pontossággal gyönyörűen éneklik ezt az egyházi éneket, másrészt meg hát nyilván valószínűleg elérte a szívemet a dolog, mert hogy valami gyenge könycsepp jelent meg a szememen, és hát azt szeretnénk, hogyha ez az érzés mindenkinek átmenne. Ikonikus zenészek, mindenki által ismert előadók a falakon. Itt a Peron Tehetségközpont folyosóján még az utolsó pillanatokban is lázas volt a készülődés. Megyénk tehetséges fiataljai bemutatták, mi mindent tanultak az elmúlt időszakban. Benne voltam egy kicsit ennek az egésznek a varázsában, de a Devontól azt tanultam, hogy nagyon fontos a megjelenés és a kinézet, és ebben nagyon sokat segített, ugye a koreográfiában, meg abban, hogy nézzünk ki a színpadon, hogy viseljük magunkat, és hogy legyünk büszkék arra, hogy igen, mi most ott állunk, és jól érezzük magunkat, és megmutatjuk, hogy kik vagyunk. Már tavaly is voltam ebben a táborban, és nagyon élveztem, úgyhogy hát egyértelmű volt, hogy idén is jövök. És hát igazából hatan vagyunk most egy bandában, és nagyon könnyű volt a dalválasztás is, meg így együtt tudunk dolgozni. És tényleg nagyon jó érzés így együtt muzsikálni. A helyi közönség által már gyakran hallott számoktól most kicsit eltért az Arkidra zenekar. Saját zenét hoztak, méghozzá a készülő albumukról. 19-20-a környékére célozunk be azt, hogy akkor meglegyen az egész, kész legyen az a 5 szám, ami ugye az első fele az albumnak. Közben meg mennek a munkálatok, a forgatókönyvek megírása, videóklipekhez, beszélgetünk éppen grafikus kollégával, aki tervezi éppen meg az albumnak majd a borítóképét. Hazánk első könnyű zenei tehetséggondozó és képzőközpontjának növendékei, valamint az egyhetes zenemánia tábor résztvevői különböző felállásokban összesen 8 színpadi produkcióval és néhány meglepetéssel is készültek a Zenei Megyenap alkalmából. A táborban alakult zenekarok lépnek föl, itt 5 zenekart alakítottunk a táborban, és ők fognak egy-egy számot játszani. Meg van 3 olyan zenekar, akik már régebb óta aktívan működnek. Az eseményen a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a Peron Központ munkája kiemelten fontos, hiszen nem csak a helyi, hanem a térségi, sőt még a határon túli tehetségek útját is egyengetik az itt dolgozó szakemberek. Nekünk lényeges, hogy egy ilyen múlttal rendelkező, nagyhírű alapítvány a partnereink között lehet, hiszen valakikhez fordulnunk kell, hogyha egy megyenapot rendezünk, itt például könnyűzenei megyenapot, aki ismeri azt a korosztályt és azt a szegmest, akit meg akarunk szólítani. Egymásra találhassanak azok a srácok, lányok, akik később lehet, hogy a tehetségük folytán, vagy együtt, vagy külön-külön, de hírességekké válnak, és el tudják vinni Komárom-Esztergom megyének a hírnevét. Oh,
Vigyázz! És megindult az égtelen vágta. Az oroszlányi bányásznap egyik hagyományos programeleme a csilletoló verseny, amelyre idén 8. alkalommal lehetett nevezni. A szokásoknak megfelelően a polgármesterek csapata indította útjára a futamot. Az idő még van mit javítani, de azt gondolom, hogy tényleg kiváló a csapat. Minden évben hagyományosan most már évek óta megrendezzük oroszlányon a csilletoló verseny bányásznapkor, bányásznap szombatján délelőtt. Kiváló csapatok vannak, a testvértelepülések csapatai, tűzoltók, rendőrök, bányászenekar, térség polgármesterei. Most is ez a csapat futotta a tiszteletkört, a próbakört, vagy a mintakört, ha úgy tetszik, és vagy amíg polgármester csilléjét toljuk, tavaly nem volt a pandémia miatt, akkor én is toltam. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy elengedjük a hétköznapokat, a bányásznap úgyis kiváló közösségi és városi program. Évek óta itt Oroszlányon különösen évtizedes hagyományai vannak az ünneplésének és a közös városi együttléteknek. Ez egy kis üde színfoltja a bányásznapjainknak az elmúlt években, és mindig jó bíztatni a csapatokat. Itt a részvételről szól, és az együtt ünneplésről és az együtt szórakozásról szól a verseny, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor egy 3 perc 31 másodperces időt futott a polgármesterek megerősített csapata. Voltak nagyon jó eredmények, itt az elmúlt években egy perc alá is ment talán a megadott távolságnak a megtétele, de azt gondolom, hogy tényleg ebben a közegben, és itt igazából ez a részvételről szól, és arról, hogy egy kicsit örüljünk együtt. Az idei csilletoló versenyre 13 csapat nevezett. A férfiak mezőnyében az oroszlányi rendőrkapitányság végzett az élen. Őket a Pepe, majd a Triboys, azaz a triatlonisták követték, akik azt is elárulták, hogyan készültek a versenyre. Az egésznek az a taktikája a forduló. Ha erről akkor ott ilyen 5-6 másodperceket lehet veszíteni. És nyomjuk. A mezőny egyetlen női csapata, amely szintén triatlonistákból állt, külön díjban részesült. Jó idő van, 17 másodperc. Az oroszlányi Szent Borbála téren 6. alkalommal találkoztak bányásznapkor a fúvós zenekarok, idén 5 település képviseletével. A Baváros fúvós zenekara, Pusztavám község német nemzetiségi fúvós zenekara, a Bicskei koncert fúvós zenekar, Balatonfüredváros koncert fúvós zenekara, valamint a házigazda oroszlányi bányász koncertfesztivál fúvós zenekar. Számomra nagyon kedves színfoltja az oroszlányi bányásznapnak. Ez egy más jellegű rendezvény, mint a sportrendezvények vagy a csilletoló verseny. A bányász zenekarok találkozóját az oroszlányi bányász koncert fúvó zenekar most már több évre visszamenőleg szervezi meg bányásznapra. Ennek is az az egyik motivációja, kiinduló pontja, hogy a bányász hagyományokat őrző települések, ahol vannak bányász zenekarok, azok időnként találkozzanak és örvendeztessék meg egymást és közönségeiket egy kis térzenével, örömzenével. Nálunk Oroszlányon a bányász fúvós koncertzenekar jelen van a város életében, tehát rendkívül sokat játszanak térzenét, pandémia alatt is kisebb létszámban, de próbálták a lakosságnak a kedvét keresni egy kis tömbök közötti térzenével, de minden városi rendezvénynek szerves része a bányász zenekarunk. Volt már, amikor több zenekar játszott, de azt gondolom, hogy fontos az, hogy olyan zenekarok találkoznak, akik a fúvós zenekari műfajban, a bányászathoz kapcsolódó hagyomány és múltőrzésben ott vannak a településeiken, és az pedig mindig külön jó, hogyha kicsit mást is hallunk, mint a mi bányászfúvós zenekarunk. És nagyon-nagyon élvezetes koncerteket tudnak adni. Ennek a fúvós találkozónak is az a lényege, hogy egy kicsit örömzenét hozzanak a térre. Több fiatal is tagja a helyi bányász zenekarnak, és bőven akad még utánpótlás. Egy 10 évvel ezelőtt kicsit nehezebb helyzetben volt a zenekar, akkor sikerült felrázni és megadni azt a hátteret, hogy tudjanak működni, és azóta hál' Istennek a környező zenei iskolákból, művészeti iskolákból mindig van utánpótlás, egy nagyon-nagyon jó csapata az oroszlányi bányász zenekar. Tavaly a pandémia miatt elmaradt a bányásznap, így a fúvós zenekarok még nagyobb örömöt tudtak vinni a térre az érdeklődőknek.